Szombaton rendezett fotós túrát a Munkácsi Mihály Múzeum, melyen a Széchenyi Liget mellett az élővíz csatorna menti élővilágot fedezhették fel a résztvevők Újvári Zsolt fotóművész segítségével. A számos gyulai és békés csabai résztvevő a makrofotózás világába nyerhetett bepillantást, ahol nem csak a szemmel látható pókokat, rovarokat örökítették meg, hanem az egészen apró, egy milliméternél is kisebb lényeket is lencse végre kapták. Arra ébresztett rá bennünket, hogy sokkal jobban körbe kell nézni, és föl kell tenni a szemüveget, és megkapirgálni mindent. Hát itt azzal kezdtük, hogy a földet elkezdtük egy fehér papírlapra rászórni, és hogy abból milyen kis bogarak jönnek ki. Mi mozog, amit láttuk, hogy valami mozog azon a papíron, aha, azt már le lehet akkor fotózni. Tehát tulajdonképpen arra jöttünk rá, hogy más technika kell egy kicsit, vagy a meglévőt másképp használni. Újvári Zsolt közel 15 éve foglalkozik az ízeltlábúak makrofotózásával, melyek közül a kedvence az ugróvillások közé tartozó gömböcugróka. Ezek a milliméternél kisebb lények az élővíz csatorna partján is megtalálhatóak. Újvári Zsolt elárulta, sokan azért kezdenek el foglalkozni a fotózás ezen formájával, mert például a pókoktól való félelmüket ilyen módon akarják legyőzni. Teljesen más megnézni egy pici parány szemmel láthatatlan lényt nagy nagyításban ezáltal. Úgyhogy ezért invitáltam ide most mindenkit az élővíz csatorna partjára, hogy betekintést nyerjünk egy olyan világba, amit ráadásul még a fotósok között is nagyon kevesen látnak, mert van egy tartomány, mondjuk egy darázs, egy lepke méretű tartomány, az is makrónak számít, de egyel alatta az ilyen 1 milliméteres állatok tartomány, egy egész külön kategória ez, amiben csak nagyon kevesen tudtak eddig bepillantani. Úgyhogy ezért fotózok én itt, ezért keresem ezeket a lényeket, mert egyrészt ismeretlenek, másrészt szeretném bemutatni a közönség számára. Újvári Zsolt tárlata augusztus közepétől egészen november 15-ig tekinthető meg a Munkácsi Mihály Múzeumban. Ehhez kapcsolódott a szombati fotós workshop, illetve novemberben egy előadás várja az érdeklődőket. Egy makrofotós túráról van szó. Munkácsi Mihály Múzeumban van egy kiállításunk a Mikrovilág csodái címmel, amely ízelt lábúakról szól, és makrofotókat állítottunk ki. A művész Újvári Zsolt, aki Budapesten él, most lejött ide Békés Csabára, és sikerült megkérni arra, hogy egy makrofotós túrát tartson itt az érdeklődőknek, és ez zajlik éppen most, úgyhogy Zsolt jött a kis felszerelésével, megmutatja, hogy milyen módon lehet ezeket a fényképeket és milyen élőlényekről elkészíteni. Így, erről szól ez a mai rendezvényünk. A hétvégi fotós túráról, illetve a makrofotózás rejtelmeiről bővebben pénteken Értékőrző című műsorunkban is hallhatnak.